a nemzeti ünnep alkalmából adott át állami elismeréseket Magyarország köztársasági elnöke. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Hóbor Erzsébet, az Almegyei Közigazgatási Hivatal volt vezetője, az Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság alapító elnöke, az első Magyar Dán Termelőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke. A díjat az igazságszolgáltatás és a közigazgatási hivatás iránti szakmai alázattal végzett kiemelkedő pályafutása, valamint a térség és lakói érdekében elkötelezetten végzett tevékenysége miatt nyerte el.